Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most itt vagyok egy következő videóban, és amint látjátok, most honfoglalózni fogunk, ezt a játékot fogjuk kipróbálni. Én talán honfoglalóval utoljára, nem is tudom, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt játszottam. Jó, lehet, hogy volt időszak, amikor mit tudom én, így középsuliban így nagyjából így belépkedtünk, azt így hűlgettünk, de amúgy nagyon-nagyon rég játszottam ezzel a játékkal, úgy, mint rendes játékot, szóval most megpróbálom így videóban nektek ezt így újra kipróbálni. Beléptem, vagy be tudtam lépni a régi akkontomba, amit még csináltam, és hogy látom, 12 és fél szintű vagyok, nem tudom, hogy ez nagynak számít, vagy nem, de mindegy, én azt mondom, hogy menjünk is szépen egy hosszú hadjáratot, és nem kellene egy típkő, most ilyenkor várni kell, gondolom, legalábbis nagyon remélem. Srácok, amúgy közben akkor elmondom, hogy tetszik ez a videó, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel. És hát nem tudom, hogy nektek tetszik-e egyáltalán ez, hogy Minecrafton kívül más témákkal is próbálok foglalkozni, de hogyha tetszik, akkor mindenféleképpen ezt jelezzétek a kommentben. Na szóval, Chilavert 77 és Máté lesz az ellenfelünk. Én azt mondom, hogy be is megyünk ide szépen, mondjuk foglaljuk egy Győrt. Nagyon remélem, hogy én ide kattintottam, miért nem? Ja, hogy most jövök én, értem. Akkor én azt mondom, hogy menjünk ide le. Nem, annyit kérne is srácok, tehát hogyha hülyeségeket mondok, akkor azért tényleg nagyon elnézést meg minden, de én konkrétan most így eléggé rég játszottam, meg eléggé rég volt egy ez egész nekem, szóval tényleg elnézést mindenkitől. Nem tudom, hogy a hangot azt én amúgy így hol bírom egyáltalán bekapcsolni, vagy ez hogy működik. Várjátok, egy kicsit így jobbra húzom így a képernyőt, így talán így jobb nektek. Na, és azt mondom, hogy egyből teljeszkedünk is ide jobbra. Az a gond, hogy ez a kettő ellenfelem, mi a brandy? Narancslikör, borpálinka, törökpálinka, alkohol. Azt hiszem, hogy narancslikör. Nagyon hülye vagyok, srácok. Tényleg, tehát ezt mondom, hogy én nagyon hülyeséget fogok izélni. Sajnálom mindenkitől. De hát ja, ez van, hülye vagyok, sajnálom, bevallom. Ez kell nekem. Csak azt mondtam, hogy hangot hogy tudok bekapcsolni. Az, ami úgy érdekelne nekem. Mert amúgy, mi a udvaros Dorottya foglalkozása? Honnan tudjam? Gondolom, hogy író és dalszövegíró. Vagy, ja, színész. Csak én vagyok ilyen műveletlen, hogy ilyenekről még soha nem hallottam, hogy udvaros Dorottya. Most nem izéből, de mindegy. Hol bírok hangot kapcsolni? Nekem még mindig ez a izé terület kell. Hol bírok hangot kapcsolni, srácok? Hol bírok hangot kapcsolni? Mert nagyon nem értek én ehhez. Jó, következő izére megpróbálom ezt megcsinálni. Milyen fajtajú kutya a frak, a macskák réme? Azt a rohadt. Legyen mondjuk magyar vizsla. Ez az, easy. Mégis csak, hogyha magyar játékról van szó, akkor gondolom, hogy magyar dolog a válasz. Logikusan. Na, végre van egy területünk, ez az. Még mindig azzal szenvedek, hogy esetleg hangot hogy bírnék én erre az egészre adni, de lehet, hogy ezt nem is itt kéne. Mindegy. Ezt a jobb oldali, ezt a jobb oldali területet el kéne itt foglalni. Azon konkrétan középen vagyok, és engem fog mindenki támadni. Ezt előre látom. Máté következik, ő be is foglalja. Melyik mondás nem összehasonlítható? Egyik kutya, másik em. Fején találja a szöveget, nem esik messze a madarat. Egyik kutya. Mi a? Fején? Mi? Mi az, hogy nem összehasonlítható? Egyik kutya, másik em. Én erről még nem is hallottam, de köszönöm szépen a tájékoztatást. Na jó, srácok, megpróbálok itt valamit összeszenvedni. De nem, ez hülyeség. Jó, ez a terület kell. Gyerünk, meg lesz, érzem. Melyik gomba a kerti csiperke? Íze mi a tehetetlen, mérgező, nyersen, ehető. Ehető, így van. Ezt tudtam, ez bennem volt, srácok. Jaj, de ez így rossz hang nélkül. Most komolyan, nem? Vagy nektek így, oké? Okay? Szerintem kéne hang, mert az úgy tényleg hozzáad egy ilyen kis pluszt. De itt miért csak ilyen van? Hát én rohadtul nem vágom most így. És ez így what, mi történik? Na mindegy. Ezt most így kell végigjátszanunk. Na, Chilavert 77, te is foglalj, úgy is van.
Melyik város volt a kelet-római birodalom fővárosa? Hát, Konstantinápoly, ez nem volt annyira ördöngős dolog. Én történelmet azt úgy, ahogy így tudom. Na jó, nem fullosan tudom, de az ilyen dolgokat azt még úgy, ahogy tudom. Felosztás. Hát eléggé szarok voltunk, mit nem mondjak. Hányféle évet jegyet különböztet meg a kínai asztrológia? 25. 12. Léci? Én voltam a legrosszabb. Ó, Istenem. Jó van, srácok. Nyugi. Nyugi. Ez még bőven hozható. Én előre látom magam előtt azt, hogy járni fogok. Hány ember vontatja a hajót, így a híres képén? 5. Mondjuk azt, hogy 5. De mondjuk fogadni mernék arra, hogy nem. Mi a... Jó, easy. Ezek együtt vannak, vagy mi? Hát ezek mind a kettő ugyanannyi tippelt, hogy 50. Komoly. Na, befoglaljuk ezt itt. És még mindig továbbá is próbálok szenvedni azzal, hogy legyen hang, de most mindegy, most koncentrálni kell. Melyikben évben volt a Szarajevóban téli olimpia? 1986. Be fog válni, srácok. Hoppá! Hoppáré! 2 évet tévedtem. Na, ez egyre jobban tetszik. Na, egyre jobb vagyok, srácok. Egyre jobb. Nem is rossz. Na nézzük, ezt itt be kéne foglalni, hogy mégiscsak ne tudjanak erről se megtámadni minket. Aztán pedig kéne tovább terjeszkedni. Melyik évben indult Magyarországon dohányzásra foglalkozó program? 2002. Tegyük fel a 2002-ben. Hát egy kicsikét korábban, de még így is nyertem. Na, ezek az évszámos dolgok, ezek nekem nagyon beválnak. Végülis annyira talán nem nehéz meg most. Nem tudom, hogy ezek hány évesek lehetnek, vagy mi. De talán még úgy egész profi vagyok ebben a tippelős dologban. Mert ugye kicsikét úgy logikusnak tűnik mégiscsak, nem? Hogy így mégiscsak ugye az étszem meg ilyenekkel nemrég foglalkoztak. Időszámításunk előtt hányadik században alapították meg? Úristen, mennyi? 5? Na? 7? Ezek miért mond... Azt a rohadt. Hát ezek... Ezek hülyébbek, mint gondoltam, srácok. Pedig én itt izéltem, hogy mennyire nehéz lesz, hogy mennyire rossz vagyok, meg minden. Erre. Hány epizód készült a Magyar Népmesék című? 8. Talán 8, de szerintem kevesebb lesz. 100! Ezek tudja, hogy együtt vannak. Ezek vagy botok, vagy együtt vannak. Ebbe biztos vagyok. De hát, halljátok, hát ez kész, hogy mennyire. Na, zöldikém, be is foglalom a melletted lévő várat. Büszke vagyok magamra, srácok, ahhoz képest, hogy az első három kérdés mennyire nem tudtam. Hány borvédik találatot, de nem tudom. 12. Sok, az biztos, hogy sok. Azért mégiscsak 15. Hoppa. De miért tippeli mind a kettő ugyanazt? Ezek fix, hogy együtt vannak, srácok. Viccen kívül, ez 100%. Na nézzük, bemegyünk szépen ide. Jaj. Rohadt jó vagyok. Melyik évben halt meg Richard Gedon gyógyszeres vegyész? 1995. 1944. Hát most ezt így elbuktuk, de ahhoz képest annyira nem tippeltem talán rosszul. Szóval eltaláltam, hogy 1900-as évek körül. Na harc! Na srácok, én azt mondom, hogy egyből amúgy meg is fogom támadni szépen a zöldet. Nem fogok én itt szenvedni majd. Viszont a piros, van egy olyan érzés, hogy mind a ketten engem fognak támadni. Van egy nagyon-nagyon csúnya ilyen érzésem, így is van. Melyik nem pénzügyi termék, szolgáltatás, közüzemi számla, bankszámla, lakásbiztosítás, vállalati részvény? Hát a, kérlek szépen, pénzügyi termék, közüzemi számla? Így van. Jó, király. Egész jó. Mi a szar? Nagyon jó vagyok. Nagyon jó, most ez király. Élvezem, srácok. Élvezem, hogy oda verem a nem tudom hány éveseket. Mondjuk ez a srác kinéz egy 20 évesnek. Melyik csapat az AC Milan riválisa? Hát, Inter. Nem más, mint az Inter, srácok, azért annyit én is tudok. Tényleg, srácok, most ez halljak meg, én ennek úgy kezdtem neki, hogy ki fogok égni, és hogy biztos vagyok benne, hogy az első részben nagyon rossz leszek. Erre basszus 3600 mutat vezetek. Melyik ország területe a legkisebb az arábiak közül? Ausztria, Csehország, Svájc. Egyértelmű. Jaj, Mátékám, és tudtam, hány ország a határos lesotó? Mondjuk 4. Tegyük fel, hogy 4. Nézzük. Szerintem, hát ja, valószínűleg csak ilyen 4. 1.
5. Jaj, Istenem, hogy lehet egy országgal határos? Egy ország körveszi? Melyik eljárás az elődje az ezüst alapú fénykép? Holográfia? Daguerreotípia. Hát azt sem tudom, hogy mi az, srácok. Azt a rohadt. Na mindegy. Egy tornyát leszettük. Most megint Máté jön ellenünk. Aztán pedig megint mi jövünk és mehetünk neki a zöldnek. Mi a... Mi van? Magát támadja? Mi a... Ja, hogy vissza... Konkrétan, hogyha magát támadja, visszabírja építeni a tornyát? Mi a szar? Az ilyen? Na, ilyenről én nem tudtam. Melyik képregény figura alkotója Jim Davis? Legyen a Garfield. Ó, király. Amúgy rohadtul fogalom se volt, de mindegy. Hány évvel élte túl Mike Skelemen Rákóczi Ferencet? Mondjuk 120. Na? 26. Á, basszus. Azt tudom, hogy ilyen sokkal több, tehát mit tudom én, de hát ez hülyeség is lett volna. Hát, na mindegy, ezt én csesztem el, sajnálom, srácok. De annyira gáz, hogy mind a kettő nem van. Miből áll a szárja az ég? Széndioxid, hélium, hát... azt hiszem, hogy széndioxid, ugye? Igen, széndioxid. Ez hülye lennék, hogyha ezt nem tudnám. Melyik évben lett olimpiai bajnok Sike András birkózó 1869? Gyerünk! Későn, naj ne! 2005, oj, Istenem, ezt jó, ezt elrontottam. Jó, sajnálom. Most szar vagyok. Melyik eredetű ital a Mayonnaise Balsams? Az igen. Hát Mayonnaise Balsams, ez inkább ilyen bolgáros stílusú lett. Jól van. Jól van. Nagyon értek a piákhoz, ez látszik az első kérdésen, meg a mostanin is. Na mindegy. Szépen támadjuk tovább is a várát. Hát ha így folytatjuk, akkor amúgy én fogok nyerni. Melyik miniszterelnökünk lépett leghamarabb hivatalba? Hú, Antal József. Báró Bánfi Dezső, köszönöm. Srácok, hülye vagyok. Szó szerint hülye vagyok. Jó, Istenem, suliba oda kellett volna figyelni, igaz? Látjátok, így jár, aki nem figyel. Mi a jellegzetésük a gábori cigányoknak, Gábor cigányoknak? Hagyományok elvetése, csak a felvidéken élnek. Szerintem csak a felvidéken élnek. Nagy fekete kalap, hatalmas bajusz. Hát, köszönöm. Ki az, aki akar hatalmas bajusz, meg nagy fekete kalapot? Már nem azért. Máté, de... Jó. Most egymást támadják. Hoppá! Na, ez is durva. Melyik csúcs található a Visegrádi hegység területén? Dobogó kő. Hát, miért nem ilyeneket kérdeznek tőlem? Én kiégek. Ez full easy pedig. Éneket kérdeznének, amikor a várát támadom. Na jó, következően megtámadom a várát. Melyik híres épület van Párizsban? Hát, Eiffel Múzeum, Papudó, Prado. Prado, az ilyen franciai. Pompidou központ. Hát hagyjál már, bazzeg. Egy izén van, de jó. Az elebe közül ki snooker játékos. Na jó. Köszönöm. Sajnálom, de ezt most muszáj volt benyomnom. Nem akartam elbukni, mondjuk ő is tudta, de mindegy. Jó Isten, na hogy bírom visszaépíteni a tornyomat? Így? Heal. Na, ez az, most válaszolnom kell. Kit vagy mit nevez a... mi az névnyelv programgátorának? Ördög. Pálinka! Rohadj meg! Istenem! Ez fasság, vagy hülyeség is lett volna, sajnálom srácok. Bocsi, hogy izé káromkodok meg ének, de most... Á! És most nézzük, meg fog támadni, mibe? Én nem tud megtámadni. Mindegy, következőleg felhúzok valami várat, hogy ne annyira tudjanak elfoglalni. Most már csak ki kéne bírni amúgy. Mi a nódus? De jó. Csomó. De ezek még annyira nem is nehéz kérdések. Én meg megkapom ezt, hogy népápolás, meg ilyeneket, basszus. Fogalmam sincs. Ki alakította a T-800-as modell Terminator filmekben? Húha. Ez micsoda ultra nehéz, halljátok, hát nem az, hogy az egész Terminator film Arnold Schwarzeneggerről szól, de hát igen, micsoda kérdés, halljátok, azt a... Istenem, én meg megkapom az ilyen, mi az a izé, népgyógyítás hatalom. Jaj, na piroska, gyere, mit jelent az andragógia? Ezt pedig emlékszem. Művészet, tudományos nevelés, művészképzés, felnőtt képzés.
De ezt még hallottam is valahol, androgógia. Aj, basszus, na mindegy. Léci mondta, hogy én jövök, fel kell építenem a váramat. Na szépen, plusz kettő. Így, né, királyság. Még tudok támadni? Ja, még tudok támadni, király. Jó, támadjunk meg egy sima területet, hogyha ezt elvileg elfoglaljuk, akkor nem tudja már a váramat megtámadni, nem? Melyik város lakosainak száma haladja meg az 5 milliót? Bécs, hát biztos, hogy New York szerintem. Ja, hát ez logikus. Hány füle van összesen egy embernek, 2 kutyának és 6 majomnak? 2, igen, igen, igen. Hát mit tudom én? Tegyünk fel, hogy 20. Ah, hülye vagyok, bazzeg. De, hú, jó, 18. Nem, hogy, de értitek? Logika, nem, hogy kiszámolnám, nem? Tehát tegyük fel, hogy ennyi. Tudjátok, ki fog számolni. Nem suliba vagyunk, srácok. Tudjátok, ki akar ilyenkor számolni. És megint én jövök, királyság. Akkor én azt mondom, hogy most így végül búcsúzólag elfoglaljuk a várát. Befoglaljuk a várat, srác. Melyik eredetű étel a túrós csusza? Magyar! Mi más lenne, mint magyar? Magyar! Így is van. Máté, ennyi volt egy faladnak. Így is van. Most jön három torony. Melyik kontinensen honos az érszényes gyúl? Biztos, hogy Európa? Európa. Tényleg? Basszus! Hát ez egyértelmű. Jaj, de mi vagyok. Azt hittem, hogy az is Amerikát ír, csak nem olvastam végig. Istenem! Milyen típusú Nobel-díjat kapott William Doyle? Béke, közgazdaság, irodalmi. Így van. Ott voltam, srácok, ott voltam. Melyiket megmutatom meg Charles Henry boltját Londonban? Ki az a srác? Halljátok? Tehát most így honnan kéne tudnom? Azt a rohadt. Ja, hogy 2 évvel korábban mondtál, értem. Köszönöm. De most így értitek, így honnan tudjam, hogy mikor alakította meg az első boltját? Ha most ennyi erővel mikor alapított, vagy mikor álltam elsőként lábra? Tehát most ez így ilyen. Jaj. Na, mely sportágban lehet zsákolni? Kosárlabda, hát ez, hogyha ezt nem találja el, jó. Nézzük. Hány négyzetkilométer a fertőtó területe nádassal együtt? Nem tudom én, legyen 10. Á, nem, hülye vagyok. Azt arra, de hülye vagyok. De hülye vagyok! És így is eltaláltam. Nagyon hülye vagyok. Azt a rohadt, srácok. Nagyon hülye vagyok. Hát ember, 10 négyzetkilométer, az kb. Ugye a város, ahol így én vagyok. Tehát most így... Mindegy. Hülye, srácok. Nem, meg az is nagyobb. Jó, hülye vagyok, ne, hagyjátok, jó, matekból szar voltam, nyertem. Nagyon nagy izé különbsége, nyertem. Következő részre most már könnyebb lesz, higgyétek el. Ez most így egy kicsit így... még kezdetleges volt nekem, nagyon rég nem hófoglalóztam. Szóval srácok, hogyha tetszett a videó és még szeretnétek folytatást, akkor csapastok egy lájkot, és iratkozzatok fel mindenféleképpen. Én Dani voltam, és még egyszer köszönöm a figyelmet, meg minden. Ja, nyomjátok meg a csengőt is, meg a like gombot, meg komment szekcióba írjatok mindent, amit akartok. Na, sziasztok!